Centrumban egy olyan ember, aki szereti az egyenes beszédet, ami a szívén, az a száján, úgyhogy rögtön sokaknak tanúságú szolgálhat a válasz, ami az első kérdésre majd megszületik. A kérdés pedig az, Klapka úr, egy olyan helyzetben, amikor hihetetlen élettapasztalattal rendelkezik, látja, hogy adott esetben a kortársai meg küzdenek például a szellemi lassulással, ezekkel a típusú gondokkal, az ön esze viszont az agya vág, mint a borotva. Tulajdonképpen ezt a kérdést ön hogy kezeli? Kezeli-e egyáltalán? Nem kezelem, ez nálam természetes, hogy vág az agyam, amióta élek azóta. Mindenem már lassúbb, mint 20 éves koromban persze, de azért az agyam az ugyanúgy működik, mint az előtt. Kitűnő memóriám van, hála Istennek. Persze táplálom is, szóval azért teszek is azért, hogy valami legyen. Mint 86 lépcsőt megyek minden áldott nap, szóval tornázok is meg kicsit, már úgy, hogy nem megyek el tornázni, hát egy 87 éves ember már nem nagyon tornázik, az már nem szaladgál, de azért fölmászok a lépcsőn, és azért nem csináltok egy liftet, hogy muszáj legyen fölmászni a lépcsőn. Meg aztán mindenféle nyavajákat, ilyen külön aranysót használ, vagy olyan hülyeséget csinálok, amit nagyon csinálnak az emberek. Szóval én előre gondoskodok arról, hogy rendben legyen a fejem. Ez az aranysó dolog, ez micsoda, mert olvasni lehet róla, hogy egy hosszú kutatás eredménye, de valójában azért főleg, hogyha ön saját magán is használja, akkor az egy speciális referencia. Már régóta. Szóval az aranykolloid, mint olyan, az egy nagyon érdekes szerkezetjavata. Az aranyat az 5000 éve használják gyógyításra, meg mindenféle nyavajára. És az aranykolloid az egy szenzációs dolog, csak mint minden gyógyszer, ha sokat viszek be a szervezetbe, akkor ártalmas. Most az volt a kérdés nálunk, hogy hogy oldjuk meg azt, hogy ne tudjon sokat bevinni, azért bevigyen annyit, amennyi kell. És így egy egyetemi tanárral együtt összehoztuk ezt, hogy sóba tesszük bele, mert elsózza az ételt, nem eszi meg. Úgyhogy nem tudja túlzásba vinni az aranykolloid bevitelét a szervezetbe, csak annyit tud bevinni, amennyi nagyon-nagyon-nagyon hasznos. Szóval ez egy szenzációs valami, úgyhogy én ezt nagyon el vagyok tőle ragadtatva, legalábbis én. Én szedem és el vagyok ragadtatva tőle. És miután önről elég jól tudni, hogy amivel foglalkozik, annak kitanulja minden csínyát, bínyát, ezzel fölbátorít arra, hogy itt a sóügyben még megkérdezzem, mert ugye nem mindegy, hogy milyen sót visz be az ember a szervezetébe, erre is odafigyelnek? Na most a sónál általában az a probléma, hogy azt mondják, hogy a só nem kell, sok só, meg így nem kell, meg úgy nem kell. Hogy született az egysejtű, amiből mi is lettünk? Sós vízbe. Mennyi só van egy emberbe? Mennyi? Senki nem tudja. 250 gram egy normális emberbe. Tehát a sóra borzasztó szüksége van a szervezetnek. Azt mondják, hogy ha nagyon túl sósan eszel, akkor emelkedik a vérnyomásod. Én még nem láttam olyan szarvas, meg olyan disznót, amik odament és megnyalta a sót, ugye, mert mindegyiknek szükség van az állatnak és a sóra, és mellette állt egy orvos, és megnézte, hogy mekkora a vérnyomása. Szóval az egyik az 8-at nyar, a másik csak 2-t nyar. Kinek milyen a szervezete? Van, aki jobban sósa, az én lányom, például a tudós lányom, pedig kutatótudós, az minden ételt, mielőtt megkóstolja, megsózza. Mielőtt megkóstolja. Ilyen is van, és semmi baja nincs. Szóval az emberek, azt mondják, muszáj megígyál 3 liter vizet, és az arabok, mi hogy élnek? 3 liter vizet megisznak a pontos hivatagban? Szeretném látni. Szóval... Egyébként ön mennyi vizet iszik? Ezt csak azért is kérdezem, mert ugye ön abstinens. Soha nem számolom, a lányok odahozzák nekem mindig délelőtt, amikor bent ülök az irodába, a korsót, abban mindig ilyen kis almalé van egy picike, hogy mégiscsak jobb íze legyen annak a víznek, és iszogatom, de soha nem számolom, hogy az 2 liter, vagy 3 liter, vagy 1/4 liter. Szóval amennyi jól esik, annyit iszom. És nem törődök azzal, hogy a doktor bácsi azt mondja, de Klapka úr, minden nap 3 liter vizet meg kell inni. Nem érdekel engem. Amennyi jól esik, annyit. Egyébként akkor még maradt egy dolog, ami ebbe a tárgykörbe tartozik, hogy ugye erről lehet tudni, hogy szerette és szereti az édes életet átvitt értelemben, de az édesítőszerekkel, a cukorral hogy áll? Imádom a csokoládét.
meghalok a csokoládéért, szóval az olyan, és nem tudom megállni, hogy ne egyebb meg, szóval elég csokoládés vagyok. Én egyébként a teámban nem cukrot teszek, nem édesítőszert, de azért a tábla csokoládé az, azt úgy szoktuk mi enni, hogy három nagy kutyám van, ilyen kaukázasi, és akkor elveszek egy tábla csokoládét, mind a három, mint a villámgyors oda leül elém, és egyet én, egyet az egyik, egyet a másik, a harmadik, egyet én, egyet egyik, a másik, a harmadik kutya. Szóval négyen eszük a tábla csokoládét. És válogatós? Én? Igen. Abszolút nem. Tehát csoki-csoki. Csoki-csoki, nekem édes legyen, és csokoládét legyen. De ételben sem vagyok válogatós egyébként. Szóval nekem a krumpli paprikás ugyanolyan jó, mint a mit tudom, micsoda, szóval... Azzal együtt mégis... Nagyon puritán ember vagyok, az is voltam világéletemben. Na igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye módja volt rá, hogy a legkülönbözőbb helyeken a legfantasztikusabb ételeket is megkóstolja, de ezek szerint... Ettem még kaviárt is, meg langusztát is, meg minden nyavaját, de ez nem azt jelenti, hogy most meghalok, hanem ezek langusztát. Nem. Tehát például káposztát szfekedni volt ebédre. Nagyon finom volt. Borsa? Bors, én csak borsa, nem cukorra. A nejem a cukor lesz, én borsa leszek. Egyébként van valami olyan, ami úgy kiemel ebből a sorból, hogy az abszolút kedvenc? Már igen, pacal pörkölt, de ezt nekem kell főzni, mert az, hogy nem nyúl hozzám, az a fúj. A pacal pörkölt, jó főzök egyébként, jól sütök. Pacal pörkölt, azt nagyon szeretem, csirkeszány levest szeretem, szóval egy pár dolog, amit jobban szeretek, az igaz, de ha nem az van, akkor nem történt semmi. Szóval nem vagyok válogatva, a spermótot is megeszem, meg a tökfőzeléket is megeszem. És egy dolgot még áruljon el, hogy tudnélik, olyan világban élt bárok, revük világát is megjárta, az üzleti életnek olyan szegmenseit, ahol nagy valószínűséggel azért az alkohol az nem volt idegen a közektől. Honnan jött ez az abstinencia, hogy nem fogyaszt alkohol? Én 42 éves koromig egy korty italt se ittam. Ma már néha megiszok egy pohár bort, de nagyon az sem rendszeresen és össze-vissza. A pálinkát utálom, pedig saját magam is főztem pálinkát szilvából, saját szilváimból. A sört azt nem szeretem, mondom, és a borba is a legolcsóbbat, szóval ilyen ócska, szürke barát, vagy nem tudom, micsoda, szóval ez. Azt, ha egyáltalán iszok valamit, és azt is ritkán. Szóval sose kívántam az ezt, de nem tudom miért, nem, pedig nem láttam apámat, meg anyám azt néha egy kis császárkörtét hívott, de ő se volt se berúgva semmi, szóval én nem láttam, a nagyapám az piás volt, az nagyon piás volt. De különben a szüleim nem voltak italosak. Szóval nem azért nem lettem én, csak én nem szerettem, egyszer nem is kívántam soha az alkoholt, meg nem is szerettem, meg különböző táncos voltam, hát nem lehet részegen forogni, mert az ember részeg is, meg forog, és Isten bizony összeesik, szóval az nem megy. Egyébként tényleg, ugye, ha már a táncosságát említette, és hát nem is akármilyen táncos volt, akár, nem is akármilyen partnerekkel. Hát így igaz. Álmodik arról? Nagyon ritkán. Nagyon ritkán. Szóval a színpadnak, hát persze, aki egyszer színpadra lépett, az szereti a színházat nyilván. És én, mint színész kezdtem, Rózsa Egyi Kálmán színművészeti főiskola, jó osztályba jártam, Sós Imre, Berek Kati, Gerra Zoli, szóval jó osztály volt nagyon. Aztán áttértem a táncos szakmára, nem minden segítség nélkül, ugye a színművészeti segített, tehát, mert nem tudom, mindegyben, nem akarok ebben belenni részletekbe. De aki egyszer színpadra lép, az visszavágyik mindig a színházba. Ja, én volt a nejem, a Mari Zsuzsi, aki ugye sikere volt, és a taps az egy őrítő, mámorító valami, hogy szétverik a házat, és nekem mindig, majdnem mindig szétverték a házat. Csak akinek az életben más oldalon is van sikere, annak a siker a siker. Szóval nem csak a taps siker, hanem én csak kötök egy jó üzletet. Nekem nem kell pénz, de hogyha keresek rajta egy 1 000 000 forintot, akkor van egy hármasom. Ha négyet, akkor van egy négyesem, vagy egy ötösem. Szóval, tehát nekem a sikerélmény az megvolt az életben is. Az üzleti életben is megvolt a sikerélmény. Azért nem vágytam soha vissza a színpadra. Azok az emberek, például a diszidensek, akik kint éltek kint nyugaton, amíg ment a szekerük, addig nem volt nagy probléma, nem volt honvágy se. Ebben a pillanatban, hogy beteg lett, vagy nem volt, aki egy pohár teját adjon neki, vagy nem tudta kifizetni a lakbérét, abban a honvágya lett, és ment vissza. Siker nélkül egy ember, egy fél ember. A
a siker egy borzasztó fontos valami az életben. És én egy nagyon sikerorientált ember vagyok, és azért kezdek mindig minden marhaságba bele, például ebbe az aranysóba. Hát minek kell 87 éves korban valakinek aranysót csinálni, minek? De csinálom, mert szeretem, mert új, mert sikerült, megcsináltuk, összehoztuk a sót az aranyjal, jó, nagyszerű. Egyébként az aranyjal viszont nem most kezdett el foglalkozni, hanem sok-sok évvel ezelőtt, és valójában ugye legalábbis én azt hiszem, hogyha valaki az aranyjal foglalkozik, akkor nagyon érzékelnie kell a világ gazdaság lüktetését. Azt érzékelni. És ezt hogy csinálja? Tehát elállom, hogy figyeli? Elállom, hogy hogy kezdtem az aranyjal foglalkozni, jó? Én nyugaton dolgoztam, és egy állandó kilépő szolgálati útlevelem volt még a Átkosba, amikor ugye, és rengeteg aranyat csempésztem be Magyarországra, szóval tilos volt. 2,80 vagy 3,80 volt egy gram arany kint Németországban, itt meg 70 forint volt egy gram arany. Márhogy akkori márkában. Akkori márkából. Igen. És itt meg 3 forint volt egy kiló arany, 70 forint volt egy gram arany. Hát már 5-szörös, meg 6-szoros pénzt kerestünk rajta. Úgyhogy sorbáltak mindig, amikor hoztam ilyen karkötőket, meg ilyen gyűrűket, meg minden nyavaját, behoztam sokszor 1-2 kiló aranyat, becsempésztem, és hát sorbáltak ért az emberek, és rebegtek, hogy te nekem is hozzá legyet, nem lehet Magyarországon aranyat kapni. Szóval akkor már aranyoztam, úgyhogy ez később ez természetes dolog volt. Meg nyugaton volt nekem egy drágakő nagykereskedésem, és azért is közel voltam én a drágakőhöz, meg az aranyhoz. És manapság hogy látja, ugye folyamatosan érzékeljük a világban a legkülönbözőbb válságjelenségeket, és ugye vannak szakemberek, akik azt mondják, hogy az arany most már olyan magas szinten van, ami igazából a befektetést nem teszi észszerűvé, vannak viszont akik azt mondják, hogy az aranyba mindig is érdemes volt befektetni, tehát ön hogy mérlegel, hogy értékel? Amíg a világ, az arany az mindig érték volt, meg érték marad, meg érték, amíg a világ lesz. Az, hogy az arany nem, ez egy olyan dolog, hogy volt az arany már 45 ezer euró is, ma például 31.200 vagy 300 euró, meg volt 17 ezer euró is, szóval, vagy 17 ezer euró is. Szóval nagyon nagy játék kilóról volt. Kilóról beszélek mindig. Nagyon nagy játék volt, mi színaranyról. Nagyon játék volt az aranynál, de az arany az mindig egy érték volt. A háború előtt, amit most önök nem tudnak, mert egyik se ért a háború alatt, se pénzért, se szerelemért, se semmiért nem kaptam soha élelmiszert. De volt egy aranyláncom, vagy egy darab aranyam. Azért kaptam tojást, kaptam lisztet, kaptam cukrot, kaptam mindent. Szóval az arany az egy örök érték. Egy örök érték. Nem azt mondom, hogy milyen nagy üzlet, hogy veszek majd egy kiló aranyat, de én, nekem nem kell az a pénz, és nem, nincs rá szükségem per ma. És azt akarom, hogy a pénzem időtálló legyen, akkor én is vennék mindig egy kiló aranyat. Szóval, tehát aranyba fektetni mindenképpen. Ha azt mondom, hogy majd 5 év múlva hozzágyulok, vagy 10 év múlva hozzágyulok, tehát ha nem kell ma a pénz, arra nem szabad aranyat venni, ma megveszem és holnap eladom, arra nem szabad aranyat venni. Egyébként egy érdekes részletkérdés akkor, hogyha valaki aranyba fekteti a pénzét, hogy egy hol tartsa. Hogyha itt most rúdaranyról vagy nem valami ilyesmiről beszéljünk, annak mi a módja? Hát a zsebembe tartom. Na de viccel. Hát, el tudom bárhova dugni. Hát, egy pici kis arany mindjárt egy kiló arany. Szóval a pici kiló arany, azt nem probléma eldugni. Uh-huh. Azt egyáltalán nem probléma. Nem kell az se trezor, se bank, se semmi. Azt otthon is el tudom tudni, hogy ne találják meg. Tehát elég, ha pénze van valakinek, és akkor persze. Már is. Ön egyébként, ha szabad azt kérdezni, a saját úgymond vagyonának egy részét aranyban tartja? Igen. Elég nagy rész van aranyban, színaranyban is, meg ékszerben is. Úgyhogy elég nagy rész van aranyba. Tehát nekem van ugye 8 vagy 10 darab olyan trezorom, mint a bankoknak, ilyen erőzáros trezorom, úgyhogy azt kinyitni még a gyár se tudja, nem hogy a betörő. Úgyhogy ott tartjuk mindig a dolgokat, az értékeket. Egyébként avasson be mindenket abba, hogyha például
egy trezort akar vásárolni, akkor ezt szakemberekre bízza, vagy pedig ön utána néz, hogy mi lenne a legjobb? Szakemberekre bízom, és én utána nézek a szakembernek, hogy mit ajánlod. Szóval én soha nem veszek úgy meg valamit, hogy a szakember azt mondja, ez a cserép jó, ez a gerenda jó, ez a darab jó, nem. Azt elmondja nekem, és mondja, milyen cserép van még ezen kívül, az meg az, köszönöm szépen, megnézem, aha, na akkor jó, ez. Mit szólsz ehhez? És megbeszélem vele. Igen, igen, akkor ezt kérem. Szóval én soha nem megyek fejjel a falnak. Legalábbis tudatosan nem megyek fejjel a falnak. Tehát amikor valamit veszek, akkor szakemberek először, aztán megnézem én, aztán még egyszer megbeszélem vele. Nem megy fejjel a falnak tudatosan, viszont ahogy lehet tudni az élet történetéből, volt egy pár alkalom, amikor azért találkozott a fallal. Hát persze, és minden ember életében. Ez a kérdés, hogy ön minden jel szerint valójában megrázza magát, föláll és megy tovább, így ez van. Így van? Soha nem dobok be egy 100 márkást a Dunába, hogy a másikat kihozzam. Ha egyszer elvesz, beesett a Dunába egy 100 márkás, akkor hagyjúszon el, menjen. Nem dolgok másikat utána. Szóval, amikor látom egy üzlet rossz valamilyen oknál fogva, hiába fektettem bele x millió forintot, szóval jó napot, és ott hagyom, és kész. Ez így volt Romániában, amikor oda mentem, ez így volt, amikor ezt az üzletet nyitottam. Ez nem aranyüzletnek nyílt, hanem ez ilyen ruhának, meg textilnek, meg ilyen mindenféle nyavajának nyílt ez az üzlet. Volt benne 8 kislány, meg egy üzletvezető, és egyszerűen nem ment. Egyszerűen nem ment, hiába jó helyen volt, de akkor sem ment az üzlet, mert nekem nem volt a ilyen és ilyen női ruhából egy sor színes, egy sor kék, egy sor lila, egy sor fekete, egy sor nem tudom micsoda, 34-től 46-ig. Szóval olyan mennyiség kellett volna bele, amit én nem tudtam belakni, mert hely se volt, meg nem ment egyszerűen, és egyszerűen nem ment. Szóval, és akkor amikor láttam, hogy baj van, és nem tudok konkurálni a nagyokkal, akkor befejeztem, megfogtam mindent úgy, ahogy volt, odaadtam a Vöröskeresztnek, nem próbáltam eladni. Kész, nincs tovább, és nyitottam egy másik üzletet. Szóval én soha, vagy a Romániában például elvesztettem 1,5 millió dollárt rövid 6 hónap alatt. Hú. Nagyon sok pénz, az nekem is 1,5 millió dollár. Hát, na mindegy, amikor eljöttem Romániába, mondta nekem, hogy hát hozzuk legalább a bútort el, meg a irodába, mondom, hagyj engem békében a bútor irodával, én vagyok a hülye. Ne menjek olyan országba, akinek a nevét, aminek a nevét nem ül, a nyelvét nem uralom, nem tudom. Mondom, ne menjek olyan országba dolgozni. Mert én csak magyar meg németeket vettem föl ott, aki magyar meg németül beszél, ők egymásról románul beszéltek. Az egyik az házat épített magára, a másik nem tudom micsodát, csak én lettem szegényebb, szóval így működött ez. Úgyhogy van sokszor rossz üzletet, csináltam sokszor rossz üzletet, én sem vagyok jó Isten, aki 1000%-os mindent tud, hogy kell csinálni. Az előbb említette a ruha volt példát, hogy ugye kiderült, hogy nem megy, és ezért aztán lemondott róla, a ruhát a Vöröskeresztnek ajándékozta, viszont egy olyan adott esetben természeti kincsel, mint egy dió ültetvény, amellyel ön rendelkezik. Azért nem lehet ilyen egyszerűen bánni, hogy abba hagyni, hiszen a diófáról köztudott, hogy ez egy hosszú távú befektetés. 1 milliárd forintot fektetett bele, úgy nagyjából, ha jól tudom. Hogy áll az ültetvény? Az egy hobbi. Azt én nem arra épített, az nem egy üzlet a dió. Annak semmi köze az üzlethez. Az, hogy eladom a diót és hoz is most már, az egy természetes dolog, mert általában mindig azt mondom, amikor azt mondják, hogy főnök, hát ha többet fizet, többet dolgozok, ez nem igaz. Valaki vagy dolgozik, és ha dolgozik rendesen, automatikusan többet keres, automatikusan. Ha meg nem dolgozik, akkor meg hiába szakál benni. A Hofi mondta mindig, tudsz úszni? Nem. Ha megfizetem, akkor tudsz, akkor se. Szóval ami nem megy, az nem megy. Vagy valaki ilyen, vagy valaki olyan. Na most a dióval az a helyzet, hogy ugye a földem az volt, mert az, akire szinte így lehetett földet kapni. Nem úgy, mint hogy az, miben kell a föld. És vettem akkor valami 300 hektárt itt-ott-ott, és azt tudtam, hogy van, és akkor én most 87 vagyok, hát 20 évvel ezelőtt 67 voltam, és a kisgyerekeim azok, azt hiszem 2-3 éves volt a kislányom, 5 éves volt a kisfiam, szóval 2 kisgyereke volt, és akkor mondták nekem, hogy te már vén, ezért vagy,
és nem mondom kicsoda, meg fogsz dögleni, és mi lesz a gyerekeiddel, hogy fognak azok egyetemre járni, mit lesz velük, hogy lesz, mint lesz. Menj a biztosítóhoz, és fizess be minden hónap ennyi meg ennyi pénz, és majd amikor 20 évesek a gyerekek, akkor valamit visszakaptak belőle. Na, te nem mentem a biztosítóhoz, megnéztem a márványpalotát, mondom, én nem adok ez márványt, ez nem az én világom. És elkezdtem gondolkozni, hogy mit csinálok, hogy tényleg, hogyha 20 év múlva, ha tényleg én meghalok, a gyerek meg ugye el akar menni egyetemre, vagy valahová, miből fog tényleg menni? Hát mondtam, a földdel kapcsolatban csinálok valamit. Hát ugye répát nem ültetek, mert kapálni nem szeretnek a gyerekeim, mert szóval a mai fiatalság az nem szeret dolgozni, csak kaszírozni szeret. Úgyhogy gyümölcs. Hát gyümölcs az a legjobb, mondom, az a medgy a legjobb, az nagyszerű a medgy. Csak egy baja van a medgynek, ha lerázod a fáról, és azonnal nem adod el, megrohad. Tehát ki vagy szolgáltatva a kereskedőnek, az a kereskedő 10 fillér, 10 fillér, 1 forint, 1 forint. Teljesen mindegy, mit mond, oda kell add, mert ha nem, ott rohad, és akkor egy fillért se kapsz. Na, a következő a dió. Én nem tudtam a dióról csak annyit, hogy beillesz lesz belőle karácsonykor. Nem ismertem a diót egyáltalán, hogy hogy működik, mint működik. És akkor a dió, és láttam, hogy hát fél tonnától másfél tonnáig hektáronként, az pedig elég szép, mert a dió mindig drága volt, mert ma is drága. Hát mondom, akkor legyen dió. És akkor elkezdtem, elmentem Franciaországba, meglátogattam 8 ültetvényt Franciaországba, hogy hogy működnek a dióültetvények. Azt tudtam, ott van egy 500 éves diókultúra, mert valamelyik 326. Lajos elrendelt, hogy diót kell termelni, a dió olaj az jó a lámpába. Így ment ez. Annak ide elmentem Kaliforniába, elmentem Chilébe, ezek a híres diótermő vidékek. Mindenhol megnéztem, mi van a dióval, és akkor hazajöttem, és összejöttem a Szent Iványi professzorról, aki tényleg a diók atya, aki szenzációs Magyarországon. Tényleg a diót nem tanítják az egyetemen. A probléma ott volt, akkor nem volt egy diókönyv se. Az egyetemen úgy tanítanak a kertészeti egyetemen, hogy van a szőlő, ugye, az alma, a szilva, a baracka. És akkor megy ki a diplomával a pali a hónalat 4 év múlva. Ja, és nézem, majd utána a dió is van, szóval ennyi a dió tanítás. Nem tanítják a diót, mert nagyon nehéz a dióval. Mert nem esít egy almát, 2 év múlva kiderül, hogy mi lett belőle. Nem esít egy diót, 15 év múlva kiderül, hogy mi lett, sikerült vagy nem sikerült. Szóval nehéz szakma a dió szakma, és a dió az a királya, tényleg a királya a gyümölcsöknek, szóval az valami szenzációs dolog, mert nagyon kevés ember tudja, hogy mindenki tudja, a fokhagyban milyen jó. Fokhagymát, csak akkor szívebe, érjelzés, a dió sokkal jobb ennél. Én kötelezővé tennem, hogy minden állapotos anyának és minden gyereknek naponta 3-4 szem diót meg kell, hogy egyen. Az olyan szenzációs névén, amit nem is tudnak az emberek. Erre óriási tanulmányok vannak világon. Nem én mondom ezt, hanem komoly tudósok, akik kinyomozták, hogy mire jó a dió. Ez egy szenzációs gyümölcs, ez egy hihetetlen gyümölcs. Eleve, hogy kinéz, az egy misztérium. Belenéz az ember, és olyan csodát lát. Az agy, olyan, mint az agy, figyelje meg. Ugye van a kézé, mint az agy, ugyanaz az ember. Szóval, na, az lényeg az, hogy és akkor elhatároztam, hogy legyen dió. És akkor még nem volt szakkönyv, Szent Iványban beszélgettem, így volt, idegenpózó, nem idegenpózó, szóval elég hosszú idő volt. Az első ültetésem az, ott is okos voltam, és az tönkre ment, másszor kellett ültetnem. Ugye akkor 1700 forint volt egy csemete, nemesített dió csemete, és 5 forint volt egy magodz. Hát mondom, megkérdezem, ki az, aki szemez, mert akkor még oltottuk, hogy szemeztük a diót, és mondták, hogy Rákóczi falván a lányok, azok tudnak jól szemezni, ott van egy diótetvény. Mondom, mennyire szemeztek? 25 forint egy darabját, ez az mondom. 5 forint, meg 25 forint, 30 forint, nem fogok én 1700-at adni egyért, majd én megcsinálom a szemzés mindent, egyedül. Elültettem 4000 fát az első 20 hektára, beszemeztettem. Persze, ki kell mérni, lukat kell fúrni, maradt rágya kell bele. Szóval munka van, azzal is rengeteg. Meglocsolni kell, és vártam egy évet, nem most mi lesz. Hát a 4000 fából 5 fa, 5. Életben maradt a többi kipusztulat. 4000-ből 5? Igen. Oh. És akkor szépen megvettem 1700-ért a kis
veszőket, és újra kezdtem az ültetést, újra varratrágya, új luk, szóval így jártam vele. De mondom, ez a dió nekem egy hobbi. Én nagyon szeretem a diót, és nekem egy olyan érzésem, amikor leülök oda nyáron, vagy még télen is, ugye minden szerdán ott vagyok a diósban, leülök és nézem, és akkor azt látom, hogy ez ilyen kis vékony nyavajából ilyen vastag fák lettek. Hát ez egy csodálatos érzés. Az egy olyan csodálatos érzés, hogy ezt én teremtettem. És úgy van felszerelve, hogy senki, ezt a Magyarországon nincs ilyen felszerelés. Tehát ami pénzt én kerestem az üzletbe, azt mind belefektettem a dióba, az ültetvénybe. Soha nem hozza vissza az 1 milliárd fontos beruházást a gépekre, soha nem hozza vissza. De ez nem is érdekelt engem. A legújabb, legmodernebb gépeket mindig megvettem. Most például a robbantásos módszer, amit a magyarok most kezdenek, csak én már tartottam illotán eladást erről meg több helyen a diósoknak. Van egy csodálatos, érdekes, a németek találták ki egy pár év talán egy évtizeddel korábban. Én olyan 5-6 évvel ezelőtt hallottam róla először véletlenül, hogy általában a fáknál ugye nézik a törzsét, a koronáját, de senki nem nézi a gyökerét, hogy mi van a gyökérrel. És a németek kitalálták olyan szerkentyűt, ami lemegy 40-60-80 cm-re a ilyen láncsaszerű valami a földbe, és ott 6-8 atmoszféra nyomással levegőt engednek be, megemeli a földet, kinyitja a kapilláris részeket, szóval levegőzteti a dió, törzs, nem a diót, hanem egyáltalán a fa törzsét, és a fa gyökereit, és ettől a fa gyökerein megduplázódnak egy év alatt. Márpedig, ha a gyökér jó, akkor jó a termés, akkor jó a lomb, akkor minden jó. Hát minden a gyökértől van. És én rögtön kirohantam, vettem egy ilyen gépet, hazahoztam, megnéztem. Tényleg nagy szépen. Kiszorodtam, vettem még egy gépet gyorsan, azt is hazahoztam. És összes létező gyógyszerfát megcsináltattam így. Meglátszott már, a következő évben meglátszott a termése. Meglátszott a termésen, hogy levegőztetve vannak a fák, a gyökerek. Szóval, tehát ez, ami senkinek nincs, Magyarországon csak nekem, ez az, ami engem hajt, hogy ilyesmi, hogy aha, most ez vagy egy felszedő. Most már nekem az embereim nem kell lehajolni a dióért. Van egy ilyen hosszú bot, rajta egy ilyen guriga, és az a felszedi a diót így. Nem kell hajolni neki. Ezek apró dolgok, de ez olyan boldogsággal tölt el az embert, hogy na, ezt megcsináltam, ezt kitaláltam. Ezt most mindenki valahol loptam, meg láttam, meg, de enyém, én csináltam, csak nekem van. A Centrum TV stúdiójának vendége Klapka György, akivel beszélgetésünk első részében, amelyet már láthattak a nézők, és amelyet az interneten is megnézhetnek a www.centrumtv.hu honlapon. Szóval ebben az első részben nagyon sok mindenről volt szó, például arról, hogyan őrzi meg Klapka György szellemi frissességét, és arra is kiderült, hogy vajon mi vezette oda, hogy dióültetvényes legyen. Most tehát következzék a beszélgetés második része. Ez itt egy elég jó pillanat, egy dramaturgiai pillanat, amikor mondhatjuk azt, hogy a beszélgetésünk első részének körülbelül ez a vége, de rögtön belekezdünk a másodikba, és valahol azért föl is veszem ezt a fonalat az ültetvény körül. Amikor az ember egy ilyen jól meggondolt vállalkozásba kezd, mint a dióültetvény, és ugye itt nagy összegekről van szó, akkor a finanszírozás az hogy jár a fejében? Ugye bankhitel, saját tőke, jelzálog, szóval árulj el, hogy gondolkodik arról, hogy az üzletbe milyen pénz menjen? Soha nem vettem föl bankhitelt, bár van hitelkeretem, nem is kevés, de soha nem vettem föl bankhitelt. Nem, nekem szerencsém volt annak idején a dióval, hogy annak idején a Szapard, volt egy Szapard nevű ilyen állami szerkentyű, amely támogatta a gyümölcsösöket. És én elég sok pénzt kaptam tőlük, például mondok egy példát rá, hogy
egy sártenger volt, hogy a Diósba oda kellett menni, egy keskeny sártenger, és többet, egy terrautó nem tudott átmenni. Csináltattam 51 millió forintért egy betonutat a falutól a Diósig, ami elég hosszú rész, hát nem kilométerek, de 51 millióért nem lett olyan sok kilométer, de mint a autóbán úgy van megcsinálva. És arra kaptam 75% állami támogatást. Ha nem kaptam volna 75%-ot, biztos, hogy nem csináltatom meg az utat. Mert mire 51 millió forintért? Nem csak én használom, más is használja. Szóval sokat számít az, hogy ilyesmit az állam támogat, mert akkor fejlődik csak valami, mert aztán marad, aztán már én is rajta vagyok, hogy még bele gyomok ennyi pénzt, meg annyi pénzt, meg annyi pénzt, mert már ezt megteremtettem a kezdetét. Akkor már hagyom, hogy fölnőjön, meg hagyom, hogy sok legyen, meg hogy minden meg legyen, ugye? Szóval ez egy nagyon sokat jelentett a gyümölcsösnél, és ez abban az időben nagyon sok új diós keletkezett. Új területek keletkeztek Diósban, az állam támogatta. Sokat számított. Klapka úr, említette, hogy mikor készült a dióültetvényre, akkor bejárta a világot, és általában is ugye ön, aki nagyon sokféle élettapasztalattal rendelkezik, volt olyan, hogy már útlevéllel a zsebében itt állt a magyar határon, és nem engedték be, ez még mondjuk az Átkosban volt. Most meg viszont valójában nem is kérik mondjuk az Európai Unióban az útlevelét. Hogy látja ezt a világot? Szóval üzletileg, emberileg... Százszor jobb ez a világ, az természetes dolog. Szóval ma ember nem is tudja elképzelni, hogy mi volt háború előtt, mi volt háború alatt, mi volt a szocializmusban. Nem tudja elképzelni, mert ezt nem lehet elképzelni. Szóval a differenciát, azt, ami most van, ahhoz, ami volt az Átkosban, vagy előtte pláne a háborúban, azt ha nem éli meg az ember, azt elképzelni se tudja. Szóval aki nem éhezett még, az nem tudja, mit jelent jól lakni, vagy nem tudja élvezni újra a jól lakást, mint aki éhezett már életében. Aki még nem volt bezárva egy börtönbe, az nem tudja, mit jelent szabadon élni. Érzem az illatot, és látom a napot. Szóval ezek az a fény és árnyék dolog, hogy aki nem látta az árnyékot, az nem élvezi a fényt se annyira. Tehát az embernek az életében mindent meg kell tapasztalni ahhoz, hogy élvezze a jót. A rosszat is meg kell tapasztalni, élvezze a jót. Már másképp nem élvezze a jót. A mai fiatalságnak éppen ez a legnagyobb baja, hogy nem tapasztalták a rosszat. És ezért nem élvezik annyira jót, mint hogy mi élvezzük. Az én korosztályom. Aki tudja, hogy mi a rossz. Aki látta, aki végélte, aki éhezett, aki szenvedett, az tudja, hogy mit jelent ma, hogy nem érdekes, bemegyek és veszek egy darab téli szalámit és megszabálom. Azért nem volt ilyen háború alatt. Nem volt kenyér sem, nem volt semmi sem, vagy háború után, infláció alatt, nem volt semmi. Egy kiló só, az só volt a valuta. Egy kiló sóért lehetett kapni ezt, meg azt, meg amazt. És az még nem is aranyal tusított só. Só. Igen, a só. Tényleg a só volt a valuta. Azt kevesen tudják, az infláció alatt a 45-ben, 46-ban a só volt, közvetlenül a háború után a só volt a valuta. Vidéken meg a petrolon, meg a só. Ön, mint üzletember, milyen filozófiát val abból a szempontból? Ugye vannak különböző elméletek, például ugye a játék elmélet, amely azt mondja, hogy vagy olyasmit mond, hogy az igazi nyereség akkor valósul meg, hogyha mindenki nyer valamennyit. Az lenne jó. Az lenne jó. Persze. Nem muszáj, amikor üzleti kapcsolatba kerül valakivel, vagy egy üzletben van, akkor ön figyel arra, hogy a többiek is jól járjanak, vagy az nem számít? Én nagyon, szóval itt most megfogott valamivel egy olyan dologgal, amit nagyon kevés ember tud az életbe. Én mindig azt ugatom az embereimnek, ide figyeljetek, olyan szerződést ne csináljatok, ami egyoldalú. Mert ha az egyoldalú szerződés csak az én javamra, a másik javára nem, az vagy nem írja alá, és fölöslegesen dolgoztatok, vagy hülye, és akkor nem kell nekem partnernek. Szóval én soha életemben nem csináltam olyan szerződést, ami csak nekem jó. Én most például egy példát mondok. Mi ezt a sót elküldjük vidékre, és ilyen só 1500 forintba kerül, szóval nem ilyen drága dolog. De a posta 2500 forintot kér azért, hogy ezt a sót elvigye Kalocsára, vagy nem tudom hova. És mondja az ember, mit törődik fel, vállalta, megmondtam neki, mondom, gyerekek, akkor is. Az, hogy a szerencsétlen ember 2500 forintot fizessen a postának,
az 1500 forintos sóért, az igaz emberség. Az nem jó, az nekünk se jó. Nem a posta, eltörjük a postára, az nekünk nem jó. Tessék egy olyan megoldást találni, hogy sokkal olcsóbban benjen le az a só. És megkeressük ezt a megoldást, megtaláltuk, szóval én nagyon vigyázok, ha az én partnerem, az, hogy ő vállalja, vállalja, de ne csinálja, szóval ne fizessen fölöslegesen olyanért, ami neki semmit nem jelent. Mert a 2500 forint az neki semmit nem jelent, az kidobja az ablakon. Tehát amikor egy szerződést kötök valakivel, kiló aranyra, 5 kiló kolbászra, mindegy mire, akkor nagyon, vagy közismerkedés, vagy bármire, nagyon vigyázok arra, hogy úgy állítom össze a szerződést, hogy ő is, neki is jó legyen. Mert ha neki nem jó, nem csinálja, ha meg csinálja, akkor meg hülye, akkor meg nekem nem kell. Szóval ez egy borzasztó fontos dolog, hogy egy szerződés mindig, és mindig úgy gondolkoz üzletileg, hogy ha a másik nem keres rajta, nem fogja megcsinálni. Tehát okvetlen keresen a másik is rajta, hagyd őt keresni. Mert nem őt keresni, abba hagyja meg, nem csinálja. Ez nagyon fontos dolog. És akkor fogsz jól dolgozni vele, és hosszú évekig dolgozni vele, hogyha őt is hagytad keresni, és ő is meg, és engem soha nem érdekel az, hogy a másik keres rajta 10%-ot, vagy 1000%-ot, vagy mennyit keres, fütyülök arra rá. Soha nem vagyok irigy. Tehát én valamire azt mondom, hogy ez nekem itt elég a 10%, és a másik 50%-ot keresek. Keresen 50-et, nem érdekel. Szóval meg még valami nagyon fontos az üzleti életben. Ez apámtól tanultam. Apámnak volt egy koszorú Béla nemű társa, akivel ilyen kerékpárjavító üzletet csináltak. Mert mindig hol külön ment a mamától, hol együtt voltak, szóval volt üzletük saját, de papa elment, akkor mindig van máshoz nyúlt hozzá. És egyszer vette a papa egy ilyen közép részét, a kerékpárnak a közép részét, valami két pengőjér, akkor más világ volt, két pengőjér, és akkor ez a közép rész az üzletben 20 pengő volt. És valaki biztos lopta, nem tudom, mindegy, és megvette. A papa elment valamiért, és jött vissza, és mondta a Koszó Béla neki, hogy te, ilyen üzletet csináltunk. Mit az, hogy kerestem 100%-ot. Hogy? Eladtam 4 pengőjér, azt mondja, azt a közepet, amit te vettél, 2 pengőjér. Szóval hülye vagy te. Szóval miért? Ráfizettél 16 pengőt. Szóval miért? Hát 20 pengő az értéke. Teljesen mindegy, hogy te 2-ért veszed, ha az 20-at ér, 20-ért add el. És az is mindegy, hogy te 20-ért veszed, és csak 2-t ér, akkor 2-ért add el. Tehát nem az a lényeg az üzletben soha, hogy te mennyi szerzed be, soha nem lényeg. Mennyi a piaci értéke? Ha ennyit ér, ennyit add el. Ha meg drágán vetted, akkor meg annyira add el, mert akkor meg ott rolod a pénzed benne életed végéig. Szóval ezt a papától tanultam én meg gyerekkoromban, és azt használom ma is. Működik. Működik. Működik tökéletesen. Teljesen mindegy, hogy mennyire veszek valamit, amennyi akkori piac érték, annyira kell eladni. Megpróbálni eladni. Említette itt ugye, hogy milyen instrukciókat ad a munkatársainak szerződéskötés ügyben, mi legyen a szempontjuk, amikor a másikat mérlegelik. Nagyon fontos. Hogy látja, itt Magyarországon ugye elég gyakori, sajnos majdhogy nem, ilyen közhelyszerűségként emlegetik, hogy alacsony szintű a szerződéses fegyelem. Nincs is. Nincs is. Nincs is. Hiába írsz akármit, az annyi, mint a pipofüst. Szóval ez óriási különbség Németország, és ebbe be is dőltem egy kicsit, mert amikor bejöttem Magyarországra, én Németországban voltam ugye majdnem 30 évig, és bejöttem Magyarországra, én megszoktam, hogy Németországban az volt, hogy komám 10, igen 10, jó, rendben van, akkor holnap gyere 10. Ez ismeretlen dolog volt Magyarországon. Az aláírt szerződés is érvénytelen volt. Még az is érvénytelen volt, szóval annyira nincs szerződési fegyelem, annyira nincs becsületes megbízhatóság, akkor ez már szinte hihetetlen. Szinte hihetetlen. Ez egy nagyon nagy hibája ennek az országnak. Pedig ugye a jogrendszer meg a jogi feltételek azok ott vannak. De hiába. De hiába. Most is hallottam ezt a szerencsétlen házat, most valamelyik tap volt a tévében, hogy vettek ilyen társasházat, meg kifizették a 20 vagy 30 millió forintot lakásonként az építetőnek, de az építető az csődbe ment, és nem fizette ki a banknak a tartozását, a bank viszi most a lakást, vagy megveszik még egyszer azt a lakást.
Hát ez, ami Németországban lehetetlenség. Egyébként mit szólt ezekhez a tőzsdei ügyekhez? Az igazemberség, amit folyik. Az igazemberség. És ebben nagy kezek is benne vannak, szóval nem akarok politizálni, de az, hogy kiveszek 4 milliárdot, és másnap csődöt jelent a cég, ott valami bűzlik. Ott valami bűzlik. Szóval az nem kóser dolog. És azt, hogy ezt meg lehet engedni Magyarországon, ott van a Prince esete, ott van egy csomó embert ilyen eseteket. Ugye a Prince-nél is mi volt a helyzet? Ugye volt 170 milliárdos hiány. Ugye itt az egykori postabank vezéről beszélünk. Igen. Ismertem személyesen őt, és tudom, hogy honnan volt ez az, hogy Spanyolországba vett nagyon drága területeket, legalábbis az volt a könyvbe beállítva, csak kiderült, hogy a 300 márkás terület az csak 50 cent volt, vagy 30 cent volt, vagy itt ért. És amikor ugye összedült a bank, akkor ugye hát elkezdtek a Prince ellen, ugye aztán találtak itt a szemétdombor egy listát, hogy melyik képviselő mit, aztán a másik szemétdombor egy listát, aztán a Prince megúszta. A kulcsár ugye mióta fut? Több mint 10 éve. Megúszta. Ezek a milliárdosok mind megúszták. Valaki ellop egy csirkét, azt leültetik 3 évre. De a milliárdos megúszta. Miért? Miért úszta meg? Kinek a keze van benne, hogy megúszta? Szóval ez, ami nem kóser Magyarországon. Ön egyébként üzleti köröket illetően jár ilyen helyekre, ahol mondjuk milliárdosok klubjába, vagy valamilyen helyekre? Nem. Utálom a nagyképűeket, utálom az ilyen hirtelen megazdagodott embereket. Jó embereket, nevezük embereknek őket, és utálom azt, amikor valaki kérkedik, és valaki nagyképű, és valaki azért fölvitte a dolgát, mert XY-nak a barátja, vagy a ismerőse, vagy a rokona, vagy a nem tudom ki-e, de nem a tehetsége, nem a szorgalmával, és nem a munkájával ért el azt, amit elért. És becsülöm azt, aki elére a munkájával azt, amit elért, azt akármennyit. Szóval nem irigylem őket, csak dolgozzon meg érte. Én nem örököltem semmit, se apámtól, se anyámtól. Miért zoknit se, semmit. Amit én teremtettem, az mind az enyém. Azt mind én a saját munkámmal teremtettem elő. Az, hogy ma is éjjel-nappal dolgozok. Egyébként még tényleg, hogy dolgozik? Mármint, hogy milyen a munkarendje? Reggel 6-kor fölkelek, lefürdök, megcsinálom a tejámat, nem, óvatosan nem keltem fel az asszonyt, mondtam, még maradj az ágyba egy kicsit. Fölöltözök, ott már segítenek fölöltözni, mert az oknival nehezen húzom föl, szóval, de nagyon nehéz a pocak miatt, ugye sose voltam kövér. És akkor fölöltözök, és akkor elintézem a kutyáimat, ugye van 3 gyönyörű kutyám, azokkal megkapják a kekszadzagjukat reggelenként. Aztán megyek és kocsival, és 8 órára bent vagyok az üzletbe, 8-kor bemegyek az üzletbe. Akkor ott vagyok az üzletbe általában 3-4-ig. Akkor elmegyek vagy bevásárolni, vagy ide, vagy oda, vagy oda. Szóval ami még délutáni munkám van. És akkor hazamegyek, van valamikor már 5-kor otthon vagyok, valamikor csak 7-kor vagyok otthon, az különböző. Hazamegyek, megvacsorázok, és 9-kor már csicsika van. És akkor reggel 6-kor megint fölkelés. És ez így megy, szombat és így megy vasárnap is, és amikor ilyen vasárnap a napjaim vannak, akkor végzem van azokat a munkákat, amit egyébként hétközben lenne időm, mert jön a telefon, jön ez, jön az, szóval azért sok munka van 4 üzletem van, és 30 emberem van, ugye, aki itt üzletben vannak, és még másik 30 a Diósban, aki, hogyha a szület van, akkor sok ember van. Egyébként 10 vannak a Diósban állandóra szerződtetve, tehát télen-nyáron. És minden szerdán lent vagyok a Diósban, akkor megyek le, ott is van a kutyáim, 8 darab, mindig viszek nekik 10 kiló farhátat, az a csemege. Az milyen okos a kutya, olyan szenzációs állat, hogy szerdán 10 órakor már mind ott ül az ajtóban, és várnak, hogy mikor jön meg az én kocsi, mert tudják, hogy akkor jön a főnök, és hozza a csirkefalátot megfőzve. Szóval imádom az állatokat, nagyon szeretem őket. Na, így mennek a napjaim, és minden évben elviszem a személyzetet saját pénzemmel nyaralni,
Tehát nem, az, nem a vállalat pénzével, a saját zsebemből, a saját pénzemmel. És most az idén akartam őket vinni Itáliába, Vézébe, Egyiptomba, de hát nem sikerült emiatt a cirkusz miatt. Úgyhogy most Bulgáriát fizettük be, és Bulgáriába mennek. Úgyhogy ez nagyon jó tesz a személyzetnek, mert mi úgy élünk, mint egy nagy család. Én nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy megbízható embereim legyenek, mert ugye egy brilliáns gyűrű eltűnik, az ugye 2-3 millió forint. És egy házi tolvajt meg nem fog soha. A házi tolvaj a legveszélyesebb. Nem a külső tolvaj, a házi tolvaj. Mert ő dolgozik vele, így csinál, és már nincs. Szóval, tehát én nekem nagyon fontos az, hogy ilyen összetartó banda legyen az én személyzetem, akik ott dolgoznak nálam, és ezért én mindent el is követek. Én úgy bánok velük, mint a hímes tojással, és nagyon, mintha egy apjuk lennék. És a kislány bement kórházba, ott volt a kórházban több mint egy fél évig súlyos operációval, naponta látogattam őt a kórházba, fizettem neki a havi fizetését 100%-ig, mert nem kellett volna. Szóval én nagyon vigyázok arra, és most is jön a karácsony, mindenki kap tőlem karácsony üdvözletet, egy kis pénzdarabbal, az kis nagyobb pénzdarabbal. Rossz. Szóval én arra nagyon vigyázok, hogy a gyerekeimet úgy bánnak, tényleg úgy vannak, mint a saját családomnak, és úgy is vannak, szóval jönnek és megpuszilnak, és én is őket meg, szóval egy nagy család vagyunk, nem egy főnök és az alkalmazottai, egy nagy család, és ez nagyon fontos. Klapka úr említette az előbb, hogy 9 óra körül már lefekszik mostanában. Ez nem volt mindig 9, így. Abban éjszaka dolgoztam. Mint persze. Ahogy ugye a könyvében is jól tudjuk. Árulja el, hogy ugye nem rejtette véka alá, hogy mennyire fontos szerepe volt az életében a szexnek. Igen. Árulja el, hogy amikor ugye a természet különböző fázisokat teremt az életünkben, amikor a szex esetleg már kevésbé volt fontos, mi vette át a helyét? Én nekem van egy szörnyű probléma, munkamániás vagyok. Ez egy szörnyű probléma az életemben, hogy nem tudok munkanélkül élni. Én gyerekkorom óta dolgozok, kicsi korom óta dolgozok, úgy jártam gimnáziumba, hogy előtte, utána dolgoztam, úgy jártam főiskolára, mindenhol úgy jártam, hogy közben dolgoztam, mint egy gőzű. Én voltam kazánfűtő, és úgy főiskolában kazánt fűtöttem reggel 4 órakor. Akkor még kokszal. Azt már nem is ismerik ma, hogy kokszkájha. Kokszal. Úgyhogy én ma is, hogyha nem tudok valamit csinálni, nem tudok dolgozni, akkor én beteg vagyok. Szóval akkor ez egyszerűen nem megy. Akkor keresek magamnak munkát. Az egy borzasztó dolog, hogy úgy be vagyok oltva ezzel, mint a kábítószer és a kábítószerrel. Hogy betege vagyok a munkának. Nem a nem munkának vagyok a betege, tehát nekem mindig kell valamit csinálni. Ha nem csinálok valamit, akkor én fejreállok, akkor én nem bírom. Ideges vagyok. Vasárnaponként, hogyha esetleg nincs nyitva az üzlet, és nem találok magamnak hirtelen valamit, amit otthon el lehet végezni, akkor mint a kizé föl alá járkálok, és akkor mondja nekem, hogy na jó, van, menj már az irodába, aztán keres magának valami hülyeséget, amit megcsinálsz. És akkor már boldog vagyok, hogy mégis vagy. Ha mindenki mit, csak legalább egy órát le legyek foglalva, szóval én nem tudok munkanélkül élni. Ez egy borzasztó dolog. És hát mondtam, gyönyörű. Amíg élek, addig ilyen leszek. Szóval én azt mondom, hogy úgyszer munka közben szeretnék elesni és meghalni, úgyhogy soha ne legyek senkire rászorulva, soha ne legyek az, hogy nem jó a lábom, vagy a kezem, vagy a fejem, vagy valami. Úgyhogy én tudjak dolgozni, amíg én dolgozni tudok, addig élek, és amikor nem tudok dolgozni, akkor már nem akarok tovább élni. Köszönjük szépen. Jöjjön máskor is. Kérem.